Hölgyeim és uraim, Isten hozta önöket a Paksi atomerőmű második blokkjának átadására. Ha bármilyen részletre kíváncsiak, kérdezzenek! Szeretném megkérdezni, hogy a reaktorblokk alapozását tényleg Lázár János sógorának cége végezte? Igaz, hogy sugármentes beton helyett tejport alkalmaztak, mert az olcsóbb? És a tejpor helyett kávézatszot használtak volna, a bölcsödéből sem hiányozna sem. Miért fontos, hogy ki végezte ezt a munkát? A vállalkozót a kormány választotta ki. A kormányt pedig megválasztották. Azt szeretném megkérdezni, miért láthatók hatalmas repedések az épület állítólag bombabiztos falain? A felvételek szerint miért világít éjszaka az egész épület élénk narancssárga színben? Lehet ennek köze ahhoz, hogy a környéken a sugárzás szintje a halálos adag hatszorosa? Ez lenne a fényes jövő? Ragyogó! A sugárzás szintjének emelkedése teljesen normális jelenség egyes atomreaktorok közelében. A környébeli lakosság pedig semmiféle panasszal nem élt, sőt, gyakorlatilag egy rossz szavuk sem volt, amióta a kísérleti üzem beindult. Ezt a reaktort a kormány választotta, a kormányt pedig megválasztották. Miért került az eredeti költségvetés többszörösébe a vállalkozás? Miköze van ennek a kormánytagok Ponte Carlóba kihelyezett üléseihez? Ki fogja fizetni az egész számlát? A költségvetést előre nem látott okok miatt léptük túl. Nagyon nehéz eltalálni pont a 21-es számot. És ki fizeti vissza? Nem a kormány. A kormány csak megválasztották. Akkor ki? Akik megválasztották. Vagy nem. Ha elegen szavaznak, ezeket már újra nem választják. Ez nem is kérdés. Választhatok.